Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Remélem, hogy jól vagytok, és jól indult ez az év, amit kívánok nektek. És most megnézzük ennél a jóslásnál, hogy mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt a gólyák. Jelentik a változásokat. Ez lehet egy munkahelyi változás, ez lehet egy költözködés. Az is előfordulhat, hogy másképp kezeli a dolgokat, másképp tekint feléd, hiszen megváltozik a hozzáállása. De mielőtt cselekszik, még szeretne itt átvizsgálni valamit. A második kérdés úgy hangzott, hogy hogyan érzi magát. Itt ez a kártya jelenti az éjszakát. Lehet, hogy rossz álmai vannak, hiszen itt az egerek megjelennek a kivetésnél, és ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Az egerek eltávolítanak valamit, mégpedig az éjszakát, a mély álmokat, az azt jelenti, hogy álmatlanságban szenved. Az egerek jelenthetik azt is, hogy szimbolikusan eltávolítanak téged, és itt vannak félelmek. Fél attól, hogy elveszít téged. Lehet, hogy úgy titokban figyelget, hogy kivel van kapcsolatod. Amit itt még a bagoly madarak jelenthetnek, az a bölcsesség. Hogy várakozó, átvizsgálja a dolgokat, bölcs, okos döntéseket akar hozni, de mégis látható a félelem, fél attól, hogy elveszít téged, nem tud aludni. Tehát kell egy kis idő ahhoz, mire megtalálja a belső nyugalmát és a bizalmat. És mit fog tenni? A horgony jelentheti a biztonság érzetét, de ez hiányzik, hiszen itt az ostor azt jelenti, hogy valami fáj neki, nem bízik benned, vagy nem bízik ebben a kapcsolatban. Persze a kártyák jelenthetik azt is, hogy problémái vannak a munkahelyen, hiszen a horgony jelentheti a munkahelyet, és itt a korbács, a vitákat, a félreértéseket, és bizonyára itt arról van szó, hogy beszámol neked erről. Egyrészt fél attól, hogy elveszíti a munkáját, még át kell vizsgálnia valamit, és akkor a gólyák meg a horgony együtt az jelenthet egy munkahelyi változást is. Mi fűz össze benneteket? Itt a madarak jelentik a könnyűséget, miután beszéltetek egymással, és tisztáztatok bizonyos dolgokat, akkor újra ott lesz a könnyűség, a játszadozás, és a beszélgetések, hiszen a madarak szimbolizálják a kommunikációt, és ez, ami fontos most mindkettőtök számára, hogy beszéljetek egymásról, olyan dolgokról is, ami talán egy kicsit kellemetlen. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!